hogy egymásnak tudjunk szavakat mondani. Tihanyba hajóztunk, volt Kalóz bácsi. Az volt a legjobb, amikor az egyik néni adott nekem egy Bibliát. Gyerekek környezetében én is egy nagy gyerek vagyok. Sokkal több szeretetet adtak nekünk, mint amennyit mi tudtunk nekik adni. Itt van ezen, hogy mit kell, mi az információ, amit el kell juttassatok nekik, ők pedig tovább kell adják a vakoknak. Sok gyermeknek életre szóló élményt nyújt az a Balatonlellei tábor, melyet a hetednapi adventista egyház segélyszervezete, az ADRA rendez. Olyan gyermekvédelmi intézményekben vagy nehéz sorsú családokban nevelkedő gyermekek táboroznak itt, akik gyakran mély lelki sebeket hordoznak. Akadnak köztük olyanok is, akik fontosnak tartják, hogy a megtapasztalt szeretetet továbbadják másoknak. Nagyon sok gyermeknek nagy problémája az, hogy senki nem szereti. Úgy érzi a gyermek, hogy ő senkinek nem fontos. Ha a gyermek nem fontos az iskolában, az osztálytársai között, ha nem fontos a családban, ha nem fontos, úgy érzi az egész életben, de ebben a táborban is Istennek nagyon fontos. Tegnap nem volt elég. Mondtam neked, a 8 dinnyéből kell 10-et csinálni, és akkor hát el fog fogyni a dinnye. Ne adtad már meg! Hát, itt a kicsi dinnye, az neked. Majd azt is. Most azért vágom fel most ilyen korán, mert a kalandpark... Amúgy kérdezni sokat, hogy miért vágod ilyen hamar? Azért, mert hogy a kalandparkban én fogok játszani. Kalóz leszek? Hetedikben, mivel jó tanuló voltam, kaptam egy ilyen jutalomkirándulást, hogy eljöttek a Balatonra egy hétre. Hirtelen nagy tömegbe kerültem egy táborba, és nem voltam hozzászokva. Megmondom őszintén, mivel falusi vagyok, ezért nem vagyok hozzászokva. De így most már, hogy itt vagyok több ideje, így most már minden a helyén van. Olyan, mint most már egy családban lennék. Unorkodj meg így, elérj a támadás! Támadás! Visszajön elő! Mindegyikőtöktől hallottam már történeteket az elmúlt napokban, és mindannyiunkat megerősítene az, hogyha ezt egymással is megosztanánk. Mondjátok bátran. Nekem a kaposvári család nagyon, nagyon szimpatikus volt. Én azt gondoltam, hogy az anyuka az 5 gyerekkel ilyen saját gyerekeket hozott, és kiderült, amikor beszélgetésbe kerültem vele, hogy mind az 5-öt neveli. És akkor elkezdtünk beszélgetni, és olyan történeteket mondott el a gyerekekről, hogy csoda volt hallgatni, hogy egyáltalán ezek a gyerekek itt vannak, élnek, és hogy egy ilyen nevelőszülő neveli őket. Ami engem nagyon meghatott még ezzel a családdal kapcsolatban, hogy ugye ott a kis család az úgy került az ADRA-val kapcsolatban, hogy az Attila, az a 7 éves kisfiú, az egy igazi szuperhős, mert ő úgy csinálta végig a pécsi onkológián a rák kezelését, hogy senki nem állt mellette. Tehát akkor még a Judit, a nevelőszülő elmondta nekem, hogy nem volt kapcsolatban a gyerekekkel, és gyakorlatilag a nővérek néha úgy ránéztek, meg szeretgették őt, de ez a kisfiú egyedül csinálta végig a kezeléseket. Négy gyerekünk már, ők azért már felnőttek lettek, mit tudom én, hát 2 és fél, 3 éve lassan nevelőszülősködik. Egyszer csak felhívtak bennünket, hogy akkor van egy testvérpár, és akkor mit szólnánk hozzá. És akkor eljöttek. Azt menet közben kiderült, hogy van még egy testvér, közben ketten születtek, úgyhogy elég népes lett a családunk hirtelen. Az ölében Dávidot tartja. Azt hallottam, hogy Dávidot már önök nevezhették el. Anyuka ugye terhes lett, és akkor hát próbáltuk neki sugalmazni, hogy jó lenne, hogyha Dávidkának hívhatnánk a kisgyereket, mert ugye az biztos volt, hogy meg fogjuk kapni. És jó lenne, hogyha Dávidkának hívhatnánk, és akkor anyuka aranyos volt, mert megengedte, és akkor úgy nevezte el, hogy Dávid Kristóf. Mindegyiknek ilyen két neves, két keresztnevük van mindegyiknek. És akkor így ő lett a Dávidkánk. Szeretnék őket fölnevelni? Hát ha lehetőség adódik, akkor igen. Akkor igen, de ezt nem mi döntjük el. Napsugár, gyere, csak nincs, csak valamit itt lehet, hogy kaptál. Szüzenő falon valami van. Na mit kaptál? Mi az? Üzenet. Mutass csak! Milyen üzeneteket kaptál te itt? El tudod olvasni nekem?
Szia, napsugár! Az őrző angyalod ma is figyel rád. Hát ez meg mi lehet? Milyen üzenet? Angyal. Angyaltól érkezhetett ez az... Melyik angyaltól érkezhetett? Akitől... akivel tegnap beszélgetett. Figyelj, ott kaptál egy másik üzenetet is. Mutasd csak, melyik az a másik üzenet? Na, melyik az a másik üzenet, és mi van rajta? Olvasd csak el. Én is nagyon... Én is nagyon szeretlek. Napsugár. És kitől kapsz ilyen üzenetet, hogy én is nagyon szeretlek? Kitől kaphattad ezt az üzenetet? Hajnitól. Hajnitól. Ő és lehet ez... a te őrző angyalod? Nem, ő csak egyszer írt. Ő neked egyszer írt. És ott is, itt ismerted meg a táborban, igaz? Igen. Itt találkoztál vele először. Neki. És te is írtál neki? Nagyon szeretlek Hajni. És te meg válaszoltál neki, hogy nagyon szeretlek Hajni, igaz? Igen. Tudod, amikor itt beszéltünk az üzenőfalról, hogy milyen fontosak ezek a dolgok számunkra, hogy a Jóisten az így figyel ránk, és gondoskodik rólad is, és nem csak itt a táborban valaki húzott téged, hanem van igazából is őrző angyal, aki figyeli az életedet, és vigyáz rá. Mi volt még, ami úgy nagyon bennetek maradt? Engem nagyon sokkolt, amikor megérkeztünk, és láttam a napsugár lábán a tornacipőt. Aztán sikerült neki cipőt találni, és nagyon örültem neki. A másik két gyermek, aki a családból származik, ugyanilyen rongyos lábbeliben jött, és én olyan boldog voltam, hogy kinyitottuk a zsákot, és volt pont ezekben a méretekben cipő. Nágocsról, a Reménység Családok Átmeneti Otthonától hoztam el most 8 gyermeket. Ők nagyon hátrányos helyzetű gyermekek, azért azt tudni kell róluk, tehát sok verekedés, bántalmazást, alkoholizálást látnak otthon, és egy teljesen új közegben, egy szeretetteljes légkörben vagyunk itt velük együtt, és végre olyan gyerekekkel is találkoznak, és jóba lehetnek, akik szintén egy pozitív légkört sugároznak maguk körül. Úgyhogy nekik az, hogy hajóval utazunk, bűvészeket nézhetnek meg, Tihanyba elmegyünk, vagy éppen tortázhatunk vacsora előtt, szóval ezek olyan rendkívüli élmények, amelyek pótolhatatlanok és vissza nem térő alkalmak. Mi anya otthonban vagyunk, és ő szokott mindenhova elvinni minket. Ti testvérek vagytok? Nem. Neked ki a testvéred, napsugár? A Kata, a Matyi, a Lili meg a Lackó. Neked van testvéred, Áron? Az Ivó meg a Bálint. Balatonon voltatok már előtte? Igen, most. Igen. Te voltál? Balaton földvár. És milyen a Balaton? Mi tetszett nektek itt még? A víz. Én először nem mertem belemenni. Én belementem. Mert féltem, hogy a hullám elvisz. Nagy hullámok voltak? Igen. Amikor elsőnek mentünk. De utoljára belementem, és már tök jó volt. Eddig ért nekem a víz. Van ennek a tábornak egy másik aspektusa is, hogy azok, akik önkéntesként jönnek ide, vagy azok a gyerekek, akik olyan túl természetesnek veszik, hogy otthon anyuci meg apuci mindent megvesz, rájönnek arra, hogy bizony hálásak is lehetnek, és az egyik önkéntesem oda jött hozzám a megbeszélés után, hogy hát igen, szóval hazamegyek, akkor anyukámat csak úgy egyszer szép csendben átölelem, és azt mondom neki, hogy köszönöm. Kinek nincs ma születésnapja? Kinek nincs ma születésnapja? Akkor ez egy nem születésnapi parti! Anytime or anywhere, take a look back here, you know my status. My status. Anytime or anywhere, take a look back here, you know my status. Norvégiából jöttünk, egy Oszló melletti kisvárosból, Nittedalból. Közösségünk fiataljai különféle programokat szerveznek, kiállításokat és koncerteket rendeznek, karkötőket, süteményeket árulnak, és a bevételből támogatják a tábort. I've been here 6 times now.
Hatodszóra vagyok itt, nagyon szeretem. Egyszerre felemelő és megrendítő, hol nevetek, hol sírok. Egyik nyáron beszélgettem egy fiúval arról, hogy milyen fontos, hogy tanuljon. Egy év múlva elújságolta, hogy mennyit javított. Ó, mondtam neki, szuper! To help others is very... Nekem is sokat jelent, hogy segíthetek másokon. Azáltal, hogy itt vagyok és foglalkozom a gyerekekkel, én is jobb ember leszek. Az ima az egy telefon. Hogy én Istenem, köszönöm, hogy segítettél nekem mai nap. És mint a telefonnál, mint a legjobb barátoddal beszélgetni. Ők igazán nagyon sok mindent tudnak már az életről, az életkoruk ellenére is, és ilyenkor érzi azt mindig az ember, hogy ezen a területen, amikor dolgozunk, akkor ez egy egyhetes tábor ezeknek a gyerekeknek nagyon kell. Nagyon kell, hogy ők elfelejtsék azt a mesék segítségével, az élmények segítségével, a kirándulások, a beszélgetések, a varázslat segítségével, hogy mi a hétköznapi küzdelmük, és abból megmaradjon az a gyerekkor, ami igenis nekik is kell, hogy csodálatos legyen.